Sok szeretettel köszöntöm az Attila Nagykirály Baráti Kör tagjait a 8. Keresztény Fényünnep előadás sorozatunk alkalmából. Bárdosi Ferenc vagyok, az előadás sorozat szervező és rendező házigazdája. Sajnos rendezvény helyett stúdió felvételekkel kell megelégednünk a Covid járvány miatt. Az előadás sorozatunk címadó témája Árpádházi Szent Királyaink és Királylányaink. Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm dr. Somos Zsuzsa professzorasszonyt, és felkérem, kezdje meg az előadás sorozatunk nyitó előadását. Előadása címe Szent Erzsébet tisztelete Franciaország. Parancsoljon, professzor. Köszönöm szépen. Tisztelt honfitársaim! A európai viszonylatban legismertebb árpádházi szentünk a Szent Erzsébet, illetőleg Warburgi vagy Eisenachi Szent Erzsébetnek is mondják. Ennek tehát az utóbbi az oka, hogy európai szintéren működött és már életében is nagy hírnévre tett szert. A kor szokásának megfelelően, hogy abban az országban nőjön fel, ahol uralkodni fog, 4 éves korában eljegyezték Erzsébetet a türingiai őrgróf fiával, Hermannal. A kislány kincsekkel megrakott podgyászában egy színezüst fürdőkád is volt, a francia nagymama nyugati kultúrát meghonosító hatása nyomán. 2 magyar szolga is elkísérte, akik csaknem haláláig vele maradtak. Vőlegénye meghalt, de annak öccse, Lajos, beleszeretett a szép és okos királylányba, és 14 éves korában feleségül vette. Őszinte szerelem fűzte őket össze. Erzsébet nagy hatással volt férjére, aki mindenkit érdemei szerint ítélt meg. Férje gyakran távol volt háborúskodásban, ilyenkor feleségét nevezte meg helyettesénél. Környezete ellenszenvet tanúsított iránta. Ilyenkor számlálatlanul szórta a pénzt a szegényeknek, egyszer éhínség és járvány idején megnyitotta a királyi magtárakat a szegények előtt, amit férje megértéssel vett tudomásul hazatértekor. Undort keltő betegeket ápol, így egy leprást fektetett ágyába, és ott gondozta. Hazatérő férje a betegben a szenvedő Krisztust látta. Férje halálakor kimondhatatlan fájdalmat érzett. Jaj, Uram Istenem, most az egész világ meghalt számomra, mondta. Jótékonykodásait ezután is folytatta. Az egyik alkalommal, amikor a szegényeknek élelmet akart vinni kötényében, sógora meglepte és ellenőrizte, azonban az élelem rózsává változott. Ez a legismertebb és legtöbbet ábrázolt csodája. Halálakor magas láza, hidegrázása volt, egyszer csak magyarul kezdett énekelni, mivel egy kismadár ült le mellé, aki édesen dalolt, és vele kellett együtt énekelnie. Aztán csendesen felsóhajtott. Itt az óra, amikor a mindenható magához hívja barátját, és elszenvedült. Franciaországban kerestem a személyére vonatkozó emlékeket, így elsőként természetesen a Szent Erzsébet templomba mentem el. A templom főhomlokzatát látjuk, az egyik szobor az őt megszemélyesítő figura. A templom maga a templomos lovagvárának része volt, azaz kápolnája, tehát a lovagvár még a francia forradalom idején állt, később rombolták le szokásuknak megfelelően. Azonban a mivel a templomos lovagokat 1307. október 13-án perbefogták,
és évek elmúltával ki is végezték őket nagy részt. Ezért a lovagvár gazdátlan maradt, viszont Medici Mária eltökélte, hogy a kápolnát Szent Erzsébetnek szenteli. Így ő szenteltette föl. Bent a templomban két csodálatos, hatalmas vitrás őrzi az emlékét, magyar címer is látható. Ezen a képen a Szent Erzsébet rózsacsodáját látjuk. A felvételek nem jó minőségűek, mert nem szabad fényképezni. Ha észreveszik, hogy a vaku villog, akkor elveszik az ember filmjét. A másik vitrás pedig a temetési menetét mutatja, még a német fejedelem is koporsóját viszi. Ugyanebben a templomban egy oldalsó helység, ajtaja fölött kissé hajlított ívalakú felszínén látható ez a kép, amely 16. Lajos és családját mutatja. Ugyanis tudjuk, hogy 1789-ben robbant ki a francia forradalom, ez a helyszín 1792. augusztusi helyzetet rögzíti, amikor is a királyi családot többször áthelyezték lakóhelyükről, végül is ide kerültek a templom területére. Itt már nem volt udvartartásuk, 13 szolga viszont rendelkezésükre áll. A levéltár és a könyvtár a király rendelkezésére állt, úgyhogy ő ideje nagy részét ott töltötte. A királyné Mária Antoinette jó anya módjára foglalkozott a gyermekekkel, tanította, csemballózott, aztán közösen biliárdoztak, és néha még az udvaron is sétálgattak. Tehát példás családi életet éltek. Ővelük van még a király lánytestvére is. Azonban szeptemberben kimondták a trónfosztást. Egy hónapra rá pedig október 26-án eljöttek a királyért, és letartóztatták. Ezt az érzékeny búcsú pillanatot rögzíti a festmény, amint feleségétől és kisgyermekeitől búcsút vesz. Sajnos a tortúra ezzel nem ért véget, ugyanis a királyt még gyötörték hónapokig, és csak 1793. januárjában végezték ki. Amikor ide költöztek a templomba, akkor már működött a guillotine. Első között volt Lamballe hercegnő kivégzése, aki a királyné jó barátnője volt. Levágott fejét egy lándzsára tűzték, és Mária Antoinette ablaka előtt lobogtatták, amire szerencsétlen királyné elájult. A király távoztával azonban sokkal rosszabb lett a helyzet, ugyanis a trónörököst, aki 8 éves volt csupán, elválasztották anyjától, és egy részeges jakobínus nevelésére bízták. Úgyhogy az anya éjszakáként hallotta, amint a kisfiú részegen obszén nótákat énekel, úgyhogy el lehet képzelni egy anya lelki világát, és ezt kellett hónapokig hallgatnia. Míg nem, a király kivégzése után egy hónappal, tehát 1793. februárjában ő érte is eljöttek. A trónfosztáskor már mindannyian polgárnak számítottak, egy szabász, vagy varró ember, egy polgár öltönyt küldött a királynénak, egy fekete színű ruhát, és abban járt a királyné főkötővel, és így tovább. Tehát letartóztatták, és a konciergeribe vitték, ahol egy földszinti fülkében helyezték el. Börtönőre pénzért mutogatta a kíváncsiskodó embereknek. Sajnos a királynő állandóan vérzett,
A börtönőr lánya látta el titokba tépésekkel, amiket a egymásra rakott kötömbök réseibe dugdosott. Tehát szörnyű állapotban élte utolsó hónapjait, míg nem 1793. október 14-én elvitték az ítélőszék elé. Két nap és két éjjel tartott a pere, ezt nem szeretném részletezni, a legcsúnyább része a fiával való igaztalan megvádolása volt. Végül is harmadnap a guillotine elé cipelték. A királyné magával hozta egyik ruháját, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint amit mi nők a mai nap, mai időkben nyaranta szívesen hordunk, Madonna kivágású, újatlan, egyenes ruha. És ebben ezt öltötte föl, fehér színű volt, ezt öltötte föl, levágta a haját, ősz hajtincsei egy kosárban ma is láthatók, és egy kordén húzták a Concord térig, jó lassan, hogy igyon, lassan igyon a méreg pohárból. A vesztőhelyre lépve véletlenül rálépett a hóhér lábára, és bocsánatot kért a hóhértól, hogy nem szándékosan tette. Búcsúlevelet írt, a kivégzést nem szégyellem, mert a halál csak a bűnözőknek szégyen. Tiszta a lelkiismeretem. Szeretettel gondolok rád, ezt a sógornőnek írta, és szegény kis gyermekeimre. Isten áldjon! A levelet nem fejezte be, a kivégzés még aznap délben megtörtént, ezt a hajvágást elmondta. Ugyanezen a napon állították ki közszemlére Dávid festményét Mara haláláról, azt hiszem mindannyian ismerjük a festményt, úgy néz ki gyönyörű arccal, mint Krisztus szenvedései közepette, holott tudjuk jól, hogy már a svájci ügyvéd rettentő ronda, rusnya képű ember volt. A kivégzésre a Concord téren történt, miközben a nép bántotta. Az összes Concord téri guillotinnal lefejezett ember maradványait a Concord tér hátán mögött lévő templom temetőjében, tömegsírban hantolták el, a király teteme sose került elő, a király, mert hogy mindenkit levetköztettek, emlékszünk rá, hogy Krisztust is levetköztették, és osztoztak a bitangok a ruháin, ugyanez történt itt is, a királynét azonban az egyszerű kis ruhára senkinek nem fájt a foga, úgyhogy a ruhája rajta maradt, és így azonosították. Nos, Párizs híres nevezetessége a Pantheon, amelyet 15. Lajos kezdett el építeni. Nagy élvhajhász volt, ugye a Madame Pompadour, a Dubarry és a számtalan név nélküli kegyencnő mellett nagy ínyenc is volt. Feneketlen gyomra falta az ételt, különösen az édességet szerette, és amikor már nem tudtak semmit se felszolgálni, akkor a szakács a maradékokból kis falatkákat csinált, és felszolgálta a királynak, és az azt mondta, bon, bon, és ebből lett a bonbon. Igen ám, de meghozta a bajt is a királyra ez az édesség mánia, mert nagyon általában, mint minden uralkodónak, nagyon rosszak voltak a fogai, sőt az egyik gyökértájok folytán az orrüregével kommunikált, és ugye a királyi étkezésekkor, ha a király abba hagyta az étkezést, akkor volt szabad a többieknek is ezt megtenni, úgyhogy szörnyű látvány volt, amit az étel orrán keresztül is távozott. Na most ennek nyomán egy fogadalmat tett, hogyha kigyógyul ebből a szörnyű bajából, akkor Szent Genovévának, vagy Genevieve-nek épített egy méltó templomot, és ez lett volna a Pantheon.
már nagy részt készen is volt, de kitört a francia forradalom, és ők átkeresztelték, akik naggyá tették a hazát. Itt nyugszanak a nagy államférfiak. Mitterrand elnök személyes közbelépésére került a nagy egyenlőség jelszavas államba az első nő, Madame Curie, aki két Nobel-díjat is nyert. Úgy tudom, azóta még egyet tudtak csak elhelyezni, tartottak méltónak. Tehát ha Genevieve-ről van szó, akkor Attila is szóba jön, mert a nép azt gondolta, hogy az akkori Párizs, amit Lütisznek hívtak, azért szabadult meg Attila feldúlásától, mert Genevieve imáival megfékezte. Attilát nem tudták eltávolítani, vagy talán még örültek is neki, hogy Attila van ott, és ez a kép volt az Attila könyvem címképe. A Pantheon mögött van Klodvig és Klovis szűk kis utcája, az első Meroving uralkodó pár. Amikor megkeresztelkedett és királlyá választották, akkor a püspök Szikambernek nevezte, és valóban Attila is a frankokat rokonnépnek tartotta. A kis szűk utcácska egy térbe torkollik, amely alján van ez a kisebb fajta templom. Ez a Szent Etienne du Mont templom, amit Szent István vértanúnak emeltek, és amikor Genevieve meghalt, akkor őt itt temették el. Azonban a francia forradalomra jellemző volt, hogy a szentek sírját földulták, az ő szarkofágját is széthasogatták, és a csontjait a Szajnába dobálták. Emberek bizonyos fedlapokat és csontokat megmentettek, és a mai napig ebben a templomban, egy kisebb fülkében ott vannak a maradványai, a falon pedig élettörténete és különösen Attilával folytatott kapcsolat, úgyhogy nagyon lelkesen olvastam. Ebben a templomban temették el Pascalt, aki elsőként mérte meg a levegő légnyomását, és innét van a vérnyomásmérés elve is. A templomban találtam egy vitrást, Szent Erzsébet beteg gyermeket ápol. A következő templom a Párizs második legnagyobb temploma a Léal megállónál, ez a régi piacot jelenti, hatalmas nagy tér, ahol az évszázadokon át az árusok mindenfélét, hústól zöldségig, készétel, nyersétel, zöldség, mindent árultak, úgyhogy Gólya ezt Párizs gyomrának nevezte. Azonban a szagok és a rákcsálók már túl sok volt a modern korban, és az 1960-as években kitelepítették a külvárosba. Azonban én rekkenő hőségben voltam a templomban, rajtam kívül senki se volt, és a mély csendben mit hallottam? Patkányok cincogását. Jól ismertem, mert munkahelyemen patkányokkal dolgoztam. Na tehát ebben a templomban keresztelték meg Richelieut. Az egyik mellékoltár a vásári árusok oltárában vásári figurákat látunk. A Szent Cecília a zene szentjének kápolnájában pedig ott van Liszt Ferenc szobra, ilyet Magyarországon még nem láttam. Pedig hát a miénk Liszt Ferenc, mivel nagy miséjének itt volt az ősbemutatója. Ez pedig egy hatalmas vitrás, ahol az alsó szegmensben Szent Ferenc előtt Szent Erzsébet a Ferences harmadrendűek szürke gyapjú ruhájában fogadalmat tesz. A következő templom a Liszt Ferenc téren lévő dombon magasodik, rendkívül impozáns.
Szent Vincent de Paul templom, magyarul Paulai Szent Vince, a Lazarénus rend megalapítójának temploma. A templomban az adakozó szentekről egy vitrás sor van, a legszebb a Szent Erzsébetet mutató, amelyet az első történelmi könyvem címlapjára is rátettem. Itt böngészve a templomokban általában látható írományokat, iratokat megtaláltam, hogy nem messze van a rendház alapító háza is, egy rendház tulajdonképpen, ahová elmentem, és körbe mutatják, hogy kanonizáltak világszerte, ugye ez egy dolgozó rend volt, és az oltár mögött az alapító szent teljes testerekjéje van, föl kell menni lépcsőn és bizonyos részt megsimogatni. Ez pedig Normandiában, Cambrai, a székesegyház, amit a múltkori előadásomban épített, Villard de Honnecour épített, aki hétszer járt Magyarországon, és ő építette a Pilisben, a templomban Gertrud királyné sírját, erről beszéltem. A kis sárga pötty vagyok én. Tehát a templomban megengedte a sekrest, és itt kétszer jártam, hogy fölmenjek a szószékre, és onnét fényképeztem, mert rettentő magas templom, ugye kora középkori, fölmentem, és itt ugyancsak Szent Erzsébet beteg gyermeket ápol. Azonban a vitrás mellett volt egy másik, igencsak engem érdeklő kép, amiben a cambrai polgárok a mi asszonyunk szobrát viszik a magyarok ellen 253-ban. Ezt is leközöltem, amikor kalandozásokról írtam. Mivel Erzsébet adományokkal támogatta a templom építését, ezért halálakor jelen volt a cambrai püspök, és szívét erekjeként elvitte a templomba. Ez a kanonok úr, aki jelen volt a pilisi ásatásokon, már nyugdíjban van, de felkereshettük, és ő mesélte, hogy a Szent Szív erekjét a főoltár egyik részében helyezték el, azonban a francia forradalom romboló hatása miatt valahová kimenekítették, aminek a holléte teljesen feledésbe merült, viszont miután az illetékesek keresni kezdték és sehol sem volt, akkor az egyik mellékoltárt, a Szent Szív mellékoltárt szentelték az ő emlékének. Itt a katolikus egyház jelképe a pelikán és a szív, azonban itt soha nem volt a Szent Szív. Nagyon érdekes látvány volt. A következő helyszínünk a Loire parti Blois kastély volt. A bejáratot látjuk. Fönt első Ferenc, a nagy reneszánsz király, aki 5. Károllyal a hadban állt, lovas szobra, alatta pedig az én lányom. A Blois-i vár tele van szalamandrákkal, ugye a tűzben is újjáéledő szalamandra, az újjáéledés jelképe volt, és Szalamander királynak is hívják. Itt a kápolnában ugyancsak a szentek sorában megláttuk a középső képen a Szent Erzsébet rózsacsodáját. A szomszéd várban, Amiensben lakott Leonardo da Vinci, az itáliai hadjárat során hozta magával első Ferenc, a nagy művész, aki 58 éves korában élte ott éveit, és a két vár alatt egy alagúton lehetett közlekedni, és a király minden nap elment a mesterhez, és együtt tervezgették a nagy frank birodalom visszaállítását,
új fővárost gondoltak, azt Romorantinnak nevezték volna el, ehhez a Loárt el kellett volna téríteni, erre is készen voltak Leonardo képei, vagy tervei, és a tűzijátékokat ő szervezte, szóval mindenes volt ott, ahogy tudjuk is. Egyetlen megvalósult munkája az udvar térben ez a csiga lépcső, vagy kettős lépcső, amiben tulajdonképpen két ember úgy mehet egymás mellett, hogy nem látja egymást. Erre azért volt szükség, mert első Ferencnek volt egy 50 tagú női bandériuma, a Pötiben a repülő csapat, a főnökük volt a király főszeretője, örökké a királyt kísérték, és amilyen ruhába a király, ha lovag öltözetben volt, akkor a hölgyek is úgy öltöztek, tehát ezt így kell gondolni. Mintájára, mivel a Medici Katalin is szívesen táborozott a hölgyekkel, mikor ő lett régens, akkor megszervezett egy csapatot magának, akiknek azonban kénykedés volt a feladatuk. Elcsábítani a férfiakat, kipuhatolni a gyengéjüket, hogy hogy lehet eltávolítani őket. Ez volt, amit el szerettem volna mondani. Ennyit találtam. Köszönöm a figyelmet.